Látványos fotókon megörökített nyíregyházi pillanatképek, várostörténet, épített örökség, turisztikai attrakciók, rendezvények mind egy kötetben. A Városházán bemutatott, most megjelent kiadvány hiánypótló. Nem csak turisták, lokálpatrióták számára is értékes album lehet. Azt tapasztaltuk, hogy az irodánkba betérve tengeren túlról, USA-ból, Kanadából, Ausztráliából érkező turisták keresték elsősorban. Természetesen szomszédos országbeli, európabeliek is, de akik nagyon messze földről érkeztek, azok szerettek volna a családtagjaiknak, szeretteiknek, barátaiknak, rokonaiknak, ismerőségnek egy komolyabb emléket hazavinni és megmutatni, hogy ez a nem hittem volna város mégis milyen város. Nagyon keresték ezt a könyvet, illetve keresik azok a nyíregyháziak is, akiknek a család, rokon, barát messze földön él, és szintén szeretnék megmutatni azt a fejlődést, amit az elmúlt 10-12 évben tapasztalható Nyíregyházán. A könyv első lapjain áttekinthető, kronológikus sorrendben a város fontosabb történelmi eseményeit ismerheti meg az olvasó, az egyes fejezetek elején pedig rövid szöveges beharangozó nyújt hátteret az adott részhez tartozó hangulatképeknek. A turisztikai attrakció az egyrészt Sóstó, másrészt a belváros területileg, és jellemző mindegyik turisztikai attrakcióra, hogy az elmúlt 10 évben sokat fejlődött, megváltozott előnyére, gondolok itt a Bújtosítóra, Városligetre, a Kulturális Negyedre, vagy egyáltalán a belvárosra, de mondhatom az állatparkra, most is megy a fejlesztés, a fürdőre, a múzeumfalura, tehát igazából minden egyes részre, és az, hogy megváltozott fejlődött, az nem csak fizikailag értem, ez a könyv azt is próbálja bemutatni, azt a hangulatot, azt az élményt, azt az atmoszférát, ami jellemző Nyíregyházára, és talán egy kicsit ebben az összetételben csak a mi városunkra jellemző. A kötet egy hónapokig tartó közös munka eredménye. Az albumban szereplő képeket kevés kivétellel Balázs Attila fotóművész fényképezte, a könyv szövegét Tarci Gyula írta.